lassacsán és kerepesen javulni fog az ivóvíz minősége egy 907 millió forintos projektnek köszönhetően. Jelenleg a víz oly mértékben nitrátos, hogy azt a csecsemők nem ihatják. November 8-án tették le a beruházás alapkövét. Uniós támogatással valósult meg Aszód és térsége szennyvíz csatornázása és szennyvíz tisztítása. 14 településen több ezer családot érint ez. A több mint 3 milliárd forintos projekt záró rendezvényét november 11-én tartották Galgamácsán. Imáron tradíció a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskolában, hogy programsorozattal emlékeznek a névadóra. November 8-án reggel Erkel Ferenc életéről szóló műsort adtak elő az iskola diákjai. A Szentlélek tüze tud minket összefogni. Ezt Böjte atya mondta Kartalon, ahol szentmisét celebrált. A kartali polgárok és a helyi önkormányzat adományokkal segítik a Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozójának áldozatos munkáját. Galgahévízen sportbát rendeztek, hogy a bevételekkel támogassák a helyi labdarúgó csapatokat. A felnőtt együttes megvetette a lábát a megyei másodosztályban, az egyik utánpótlás csapat, az U21-es együttes pedig az első helyen áll a tabellán. Nagy sikert aratott a Szabinnők elrablása című daraba Turai Baltók Béla művédési házban a minap, holott a turai komédiások immáron negyedszer adták elő a vígjátékot. Korábban musicaleket, mint a Padlás, klasszikusokat, mint Besztelce ostromai színpadra vitte a 25 fős társulat.